Ezek a képek tavaly ősszel készültek Tengelicen nem sokkal a Kollár család autóbalesete előtt. Akkor Andor még két lábbal állt a dobogó felső fokán, nyakában a legújabb aranyéremmel, amit az IASZ versenyen nyert. Ám egy végzetes októberi reggelen minden megváltozott, amikor az édesapa iskolába vitte fiait. Október 29-én mentünk Bajára reggel időkben. Sikos volt az út, és a Pörbölyi nagykanyarban úgymond elvesztettem az uralmat az autó felett, és így becsúsztunk az árokba, ahol egy ilyen fatuskónak ment az autó, és itt fölborultunk, és egy olyan szerencsétlenül történt az egész, hogy a kisfiamnak amputálni kellett a bal lábát. Megpróbálták az orvosok megmenteni, de hát 7 műtét vált rá, mivel megpróbálták ezt a lábat megmenteni, de nem sikerült, és a 8. műtét pedig volt az amputáció. A 11 éves Andor azt mondja, eleinte nehéz volt feldolgozni, ahogy le kellett vágni a lábát. Kitartását, a sport iránti szeretetét mutatja, hogy másfél héttel az amputáció után már versenyzett, majd februárban meg is nyert egy versenyt. Azt mondja, az íjászkodás élteti, ez jól látszik a szobájában sorakozó érmeken is. Eleinte nagyon-nagyon sírtam, minden este, kb. Minden órában sírtam a lábam miért. De most már nem sírok, mert elfogadtam már azt, hogy most itt vagyok, és most kijutok majd a paralimpiára, és akkor majd mindenki látja, hogy gyerekként kijutottam íjászként a paralimpiára. Megmozdult a dél-dunántúli íjászvilág Andorért, a legutóbbi versenyt például síkterepre rendezték Andor kedvéért, aki egyelőre csak kerekesszékben tud versenyezni. Rácalmáson a helyi IASZ Egyesület több mint 280 ezer forintot, Andor iskolája, a Bajai Szent László iskola pedig több mint 500 000 forintot gyűjtött össze a sportoló fiú számára. A szülei ugyanis hiába tesznek meg mindent, amit csak tudnak, egy új profi műláb több mint 15 000 000 forintba kerül, a családnak azonban nincsen ennyi pénze, ezért azt kérik az emberektől, hogy segítsenek nekik. A paralimpiára, hogy ha a gyerek majd annak a jövőben kijutnak, akkor szeretném majd egy ilyen mikroprocesszor által vezérelt lábat majd neki, ami ugye hát egy ilyen robotizált láb. Ennek a pontos összegét nem tudom, elég jó ára van neki, ugye most erre megy a gyűjtés majd. Andor és családja nehezén már túl van, de még nagyon sok idő kell ahhoz, hogy a történteket fel tudják dolgozni. Igyekeznek előre nézni és mindent megtenni Andor álmáért, hogy kijusson a paralimpiára.